Köszöntöm Önöket, a minőségi időt látják. A nő bátor, büszke, lágy, gondoskodó, érzelmes, mosolygós, szerető lény. Vagy legalábbis ilyennek kéne lennie. Saját tapasztalatok alapján is mondhatom, mi nők legtöbbször pont ezeknek a tulajdonságoknak az ellenkezőjét mutatjuk. Idegeskedünk, kiabálunk, rohanunk, hiszen a karrier és a család mellett nehéz mindig mosolygósnak és lágynak lenni. Pedig ha megéljük nőiességünket, akkor az élet minden területén könnyebben boldogulunk, mondja Kolozsi Marian, fejlesztő pedagógus. Üdvözlünk a műsorban. Köszönöm szépen a meghívást. Mit is jelent pontosan a nőiesség? Valóban ezek a tulajdonságok, amiket elsoroltam? Ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem mindenki máshogy válaszolna rá, mert mindenkiben egy másik női kép van, én azt gondolom. Szerintem én szoktam ilyenkor egy kis gyakorlatot csinálni, hogy a kedves nézők, és bárki, aki ebbe belegondolt, csukja be a szemét, és képzeljen el egy nőt. És meg fog jelenni a lelki szemei előtt egy nőkép. És én azt gondolom, hogy neki az a nő. Ugye ez minden embernél más. De alapvetően, hogyha így össze kellene foglalnunk, akkor ez egy megélés, egy létezési forma. Hogyha hozhatok egy kis metaforát ehhez, akkor a nő az olyan, mint a virág. Tehát a virág az van. Azt csodáljuk, szagolgatjuk, gyönyörködünk benne. A virág az nem akar fa lenni, meg bokor lenni, meg nem verseng a többi növénnyel és virággal, mert tudja az értékét, tudja, hogy gyönyörű, tudja, hogy ő mit ad a világnak, és csak létezik, és van. Valahogy így tudom egy picit megfogalmazni és megfogni a nőiességet, azért valljuk be, ez elég nehéz így most egy szótár példát mondani erre, de ugyanúgy nagyon sok minden a világban megfoghatatlan, de ezt meg kell tapasztalni szerintem. Tehát a nőiesség, a női lét az egy létforma igazából. És ott van a probléma szerintem, hogyha mi nőként nem tudjuk ezt megtapasztalni, és nem fedezzük fel, mert én azt gondolom, hogy ez egy önismereti út kell ahhoz, hogy mi felfedezzük a nőiességünket, és ami a legfontosabb, hogy meg tudjuk élni a nőiességünket a mindennapokban, ahogy ugye te is mondtad az előbb. Mert nem is gondolnánk, hogyha azzal, hogy mondjuk felemeljük a hangunkat, vagy versengünk mással, akkor nem vagyunk nőiesek. Márpedig ez akkor így van, nem? Hogy akkor igazából férfiasak vagyunk. Én 2013 óta segítem a hölgyeket, és rendszeresen tartok nőiességtréninget, most hamarosan lesz megint, illetve hamarosan megjelenik a könyvem, amiben írok erről elég részletesen, hogy hogyan tudunk igazi nők lenni a 21. században. Nemrég fejeződött be egy kutatás, amit készítettem hölgyekkel, több száz hölgy jelezte vissza, hogy nagyon nehéz megélni számára a nőiességet. És amit jeleztél, hogy ugye egy picit agresszívabb, picit mondjuk verseng, dühösebb, türelmetlenebb, ugye ezek a tulajdonságok alapvetően férfias tulajdonságok. Most ezt próbáljuk meg jól érteni. Tehát ugye vannak a férfi minőségek, és vannak a női minőségek. Most ha egy nőre gondolok, alapvetően nem az jut eszembe, hogy harcol és stb. A mai világban azért elég sokszor ezt látjuk, ez tény. De ugye ott elindulnak sajnos negatív folyamatok, akár érzelmileg, lelkileg, és nagyon sokszor egy idő után testi szinten. Tehát nagyon sok hölgy jön hozzám meddőséggel, különböző nőgyógyászati problémákkal, azzal, hogy ugye nem érzi nőnek magát, kicsúszott a lába alól a talaj, nincs munka-magánélete egyensúlya, azt érzi, hogy túl van hajtva, azt érzi, hogy ki van zsigerelve, és egy idő után sajnos ugye nőként nekünk táplálnunk kell a nőiességünket napi szinten, és pont erre nem marad idő, mert ott van a munka, a család, minden, meg akarunk felelni, teljesítménykényszer, társadalmi elvárások, sorolhatnám, ezeken dolgozunk a hölgyekkel folyamatosan, és ezek agyon nyomják őket. És a női lét, a női minőség egy kicsit úgy kell elképzelni, mint a pillangó. Tehát ez így ilyen könnyed, száldogál, ugye neki igazából olyannak kellene lenni, aki könnyed, tehát hogy nem kell napi gondokról gondoskodni, ez azért nem így van a mai világban, ezt nagyon jól tudjuk, de alapvetően ugye akkor tudjuk ezt jól megtapasztalni, hogyha nincsenek ilyen súlyos gondok a hátunkon. Amikor ez megvan, akkor nagyon okosnak kell lenni, és ismerni kell magunkat, hogy mi ezt hogyan tudjuk megoldani az életünkben. Ugye itt az önismeret nagyon fontos, ezt mindig hangsúlyozom a hölgyeknek, hogy önismeret. Ha te nem tudod, hogy milyen vagy, mi billent ki? Mi hoz harmóniába? Te mitől töltődsz fel? Ezek alapkérdések, és sajnos a hölgyek nagyon nagy százaléka nem tud erre válaszolni.
és akkor nem tudja magát tölteni, és mivel a nő a családnak az alaptartó oszlopa, ha a nő megbillen, akkor billen a férfi, billen a gyerek, és billen az egész rendszer. És nem is mondok többet, csak nézzünk körül a társadalomban, hogy nem nagyon látunk harmonikus hölgyeket, nem nagyon látunk harmonikus családokat, mert a családnak a tartó oszlopa a nő. És ezért tartom nagyon-nagyon fontos küldetésemnek, hogy a nők álljanak bele a saját útjukba, a saját életükbe, és tegyék rendbe a lelküket, a szervezetüket, mert akkor tud köréjük rendeződni az élet is harmonikusan. Szerintem ennyire egyszerű vagy bonyolult. Mondhatni, hogy a 21. században nehezebb nőnek lenni, mint az előző századokban? Én nem gondoltam volna, hogy ezt így kimondom, de direkt készítettem egy felmérést. És ebben a felmérésben több száz nő ezt jelezte vissza. Én is ledöbbentem. Tehát számomra is nem is tudom, mi az a szó, amit megfogalmazhatnék, hogy picit sokkoló azok a szavak, amikkel jellemezték azt. Volt egy olyan kérdés a kérdőívenben, hogy jellemezze, hogy milyen ma a 21. században nőként élni. És olyan szavakat használtak, hogy a hideg futkosott a hátamon. Például milyen szavak? Frusztráló, görcsös, meg kell felelnem mindenkinek, nem tudok nő lenni, fárasztó, és hasonló szavak. És hogyha így belegondolok, hogy egy szót kértem, és hogyha nekem a nőiességem kristályosítása, összefoglalása az, hogy fárasztó, vagy az, hogy meg kell felelnem, akkor az úgy nyomasztó szerintem. Tehát, hogy akkor nem arról van szó, hogy én ezt élvezem, hogy én kibontakozom nőként, hogy én megélem a nőiességemet, hanem inkább azt az energiát érzem ebből, hogy ilyen 26. megfelelési történet, vagy ez a még ezt is meg kell csinálnom. De ez pont nem erről szól. Én azt látom egyébként, nekem is egy nagyon hosszú fejlődési folyamat volt. Tehát, hogy aki most vagyok, nem ez voltam mindig. Tehát én is meg kellett, hogy ismerjem magam, ki kellett, hogy bontakoztassam magam, viszont nagyon hálás vagyok, hogy ezt végigjártam, mert most egyrészt ott vagyok, ahol, és tudom, hogy még hol lehetek, tehát még van tovább, ez még nem a végső állomás, de ez egy gyönyörű felfedezés, egy gyönyörű út. Megismertem magam, tudok segíteni másoknak. Azok, akik hozzám fordulnak, ők is elmesélik a saját történeteiket. Egymásnak tudnak segíteni, ugye, amikor egy női kör van. Tehát nagyon-nagyon jó, mert támogató közösség van, tehát egy erő van ebben. De ennek tényleg az a megoldás, hogy befelé kell menni. És tudom, hogy mondhatjuk azt, hogy picit nehéz ma nőként a 21. században, és ennek elég sok vetülete van, ugye, hogyha megnézzük a történelmet, a társadalmi változásokat, tehát én szeretem picit nagyobban nézni ezeket, és így összefoglalni, mert szerintem, hogyha csak egy dolgot nézünk, akkor nagyon bele tudunk esni hibákba, tehát ezt érdemes így kitágítani egy kicsit. Viszont meg tudjuk ezt oldani, tehát tudunk nőként élni, csak tudatosnak kell lenni. Tehát észre kell vennem azt, amikor én mondjuk elkezdek ideges lenni, amikor stresszes vagyok, amikor azt érzem, hogy na, most már picit sok a feladat, vagy fáradt vagyok, vegyem észre. Mert az a probléma, most például tartottam egy tanfolyamat hétvégén, és az egyik hölgy az hát elkezdett eléggé ideges lenni. Nem nőiességtréning volt, egy másik kurzus volt, és jeleztem neki, hogy mi a helyzet. És így mondta, hogy semmi, minden rendben, de éreztem rajta a feszültséget. És utána mondtam neki, hogy oké, de hogyha ezt most így tovább csinálod, akkor, és elmagyarázom, hogy mi fog történni, és azt mondta, hát de ez van az életemben. És mondom, igen, csak neked kell észrevenni az első lépést, mert ha észreveszed, akkor meg tudod még oldani sokkal könnyebben, mint hogyha most felhúzod magad, ugye a kapcsolatait rombolja, mindenkire ugye idegesen rá fog szólni, utána egy idő után nem akarnak vele kapcsolódni az emberek, csak ezt pedig sose gondolta végig, nem látta át. Istenem nagyon megköszönte, hogy hú, ezt ő végig gondolta most ebédszünetben, és hogy mennyi mindenre rájött, és hogy fú, de jó, és igazam van. Mondom, szuper, örülök. De nagyon sokszor csak ennyi kell, hogy valaki segítsen abban, hogy ránézzek kívülről az életemre, hogy hoppá, hogy is élem az életem? Igen, most amit mondtál, az alapján az jutott eszembe, hogy valóban ebben a 21. században tényleg ugye a feminizmusnak is köszönhetően talán a nők egyre szabadabbak és versengenek a férfiakkal karrier területén is, és hogy van egy olyan tendencia, hogy a nők kicsit fiúsodnak is, mert milyen menő laza gatyába lenni, laza cuccokba lő, és lazán, tehát nem, hogy ez a nőiesség, akkor volt inkább egy sztereotípia, vagy hogy akkor rossz, hogyha én mindenképp nő akarok lenni, pedig én amúgy fiús laza vagyok. Tehát mi van ezekkel a nőkkel, akik kifejezetten
fiúsak akarnak lenni. Semmi baj nincs ezzel. Tehát, hogy egy trikóban és egy nadrágban is tudok nőies lenni, ha én belül azt érzem. Tehát ez nagyon érdekes, mert nagyon sok nővel dolgozom együtt, és nagyon sokszor azt gondolják, hogy ó, fölteszek egy sminket, meg belövöm a hajam, és akkor nő vagyok. De nem. Tehát a nőiesség nem ezzel múlik. A nőiesség pont nem a külcsín. Tudom, mindenki ezt gondolja, de nem. A nőiesség az pont az, hogy én belül hogy vagyok magammal. És mondok egy nagy titkot, kisugárzás. Nekem egy szót nem kell szólnom, én csak megjelenek egy teremben, és ott az emberek elkezdenek valahogy viselkedni. Próbáljátok ki, nyugodtan. És figyeld meg, hogy hogy reagálnak rád az emberek. Hazamész a párod, hogy reagál rád. Meg se szólaltál, csak bemész. És abból le lehet szűrni, hogy te belül hogy vagy, rendben vagy, a környezeteddel te hogy vagy, mert ugye mindenkinek van egy alaprezgése, egy alapkisugárzása. Nagyon egyszerű, mindenkinek van ilyen élménye, hogyha ideges, feszült, akkor otthon is mi lesz, ugye? Hogyha te nyugodt vagy, akkor nyugalom van, de hogyha mondjuk esetleg a család feszült, egy idő után lenyugszik, mert belőle tudnak töltekezni. Tehát, hogy mindig a nőn múlik a történet igazából, csak pont ez a probléma, hogy a nőknek nincsen idejük magukkal foglalkozni, nincs idejük rendbe tenni az érzelmeiket, a gondolataikat, az érzelmi világukat, emiatt nem tudnak harmóniában lenni, és emiatt nem tud a világ sem harmóniában lenni. Ennyire egyszerű. És amit a legelején mondta, hogy a nők versengenek egymással, ez a legrosszabb. Mert amikor a nők versengenek egymással, pont a támogatás lenne a lényeg a nőknél. Mert annyi minden ér bennünket, hát legalább a nők egymás segítség. És nagyon érdekes, hogy amikor nálam van nőiességtréning, egy olyan megtartó erő, egy olyan segítői közösség van, és szokták is mondani a hölgyek, 40-es, 30-es hölgyek, 50-es hölgyek ott ülnek, hogy soha életükben nem tapasztalták meg, hogy segítőkészek, ott van egy nagyon sok nő, ugye, és nem azon, hogy fúrják egymást, hanem segítik egymást, elmesélik, hogy ő hogy csinálta, hogy próbáld meg, hogy neki az bevált, egymásnak recepteket adnak, tehát, hogy egy olyan közösség meg tud születni, ahol tényleg pozitív energiák vannak, és egymást segítik előre, nem pedig ugye éppen az ellenkezője. És beszéltél a ruhákról, hogy az csak külcsín. Így van. De azért van olyan nem, hogy befolyásolja a nőiességünket. Hogyha felveszünk egy magas sarkút, akkor nőiesebbnek érezzük magunkat, vagy ruhát. Tehát azért ez is kicsit jobban kihozza, nem? Értem én, hogy tulajdonságokat kéne hoznunk, de talán ha felveszünk egy magas sarkút, akkor jobban tudjuk hozni azokat a tulajdonságokat, amik a nőket jellemzik? Abszolút így van. Egyébként az elején, tehát ez egy folyamat. Tehát hogy ez nem úgy működik, hogy most ugye nem annyira élem meg a nőiességemet, felveszek egy magas sarkút, és akkor 100%-os nő vagyok, hanem ez egy folyamat. Ez lehet, hogy hónapok vagy évek. Viszont, hogyha engem az segít, hogy én felveszek egy csinos ruhát, felveszek egy csinos cipőt, és felteszek egy jó sminket, amiben én jól érzem magam, és ez a titok, hogy én jól érezzem magam benne, akkor az nagyon meg tudja dobni a női önbizalmat. És ez a kulcs szerintem, hogy a női önbizalom erősödik, és hogyha a nő önbizalommal teli, jól érzi magát, ő erős, akkor utána ugye ez beépül sejtszinten, és utána már, ugye én már arra gondoltam, hogy utána már mindegy, hogy mit vesz fel, mert már ő erős, önbizalommal teli nő. De a folyamat elején abszolút, tehát hogy nagyon jó ez, igen, hogyha csinosan öltözködik, ha felvesz egy olyan cipőt, amiben úgy érzi, hogy nőiesem, de hogyha már ott tart, hogy ő ebben megerősödött, tényleg mindegy, hogy mit vesz fel. Az a szabadság igazából. Mert akkor már ugye belül van az, amit én szeretnék megélni, és nem kell külső dolog hozzá. Viszont abszolút így van, hogy a szimbiózisban élünk a környezetünkkel. Hogyha valaki ugye megdicsér nőként, vagy bókol nőként, ugye az nagyon sokat tud dobni a női önbizalmunkon. És ugye ezt azért egy szép ruhával könnyebben elérjük, mint nem tudom. Tehát, hogy ez abszolút egy jó út szerintem, de az nagyon fontos, hogy jól érezzük magunkat benne, mert nagyon sokszor van az, hogy felveszünk egy ruhát, mert valaki jól néz ki, vagy kinéztük, de lehet, hogy ez nem a mi típusunk, nem a mi színünk, nem a mi, tehát hogy feszengünk benne. Az nem lesz jó, nem lesz jó. Meg kell találni a saját egyéniségünket, és erre időt kell szánni, fel kell fedeznünk magunkat, szerintem. Beszéljünk egy kicsit most a következményekről. A műsor elején említetted, hogy mondjuk akár meddőségig is fajulhat az, hogyha valaki túl férfias nő. Így van. Én ezt elég részletesen kutattam, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez akkor csak a ruha, meg mondjuk a haj, hogy rövid haj, vagy bármi. Hormonális változások vannak. Tehát
Picit komplexebben kell ezeket a történeteket nézni. Minden gondolatunkkal, érzésünkkel ugye a szervezetünket befolyásoljuk. Ezt kutatók kimutatták, hogyha ugye negatívan gondolkozunk, negatívan beszélünk magunkról, akkor ugye olyan biokémiai változások alakulnak ki a szervezetünkben, amik egy idő után ugye hosszú távról beszélek, hosszú távon befolyásolják ugye a hormonrendszerünket, a szerveinknek a működését. Nagyon sok hölgy küzd most menstruációs problémákkal, meddőségi problémákkal, tehát termékenységi problémákkal. Nagyon sokuknak van ciszta, mióma és egyebek, most nem fogok mindent felsorolni, mindenki tudja, hogy mik vannak ma a világban. És nagyon sokszor azt látom, tehát én ugye lelki szinten oldom ezeket, tehát hogy én személyiségfejlesztéssel foglalkozom, önismerettel, női önbizalommal, nőiességgel. De egyszerűen, hogy is mondjam, megdöbbentő azt észrevenni, 2013 óta folyamatosan jönnek hozzám a hölgyek. Nem egy meddőség témában segítettem, és azóta babák születtek, tehát sikeres volt a folyamat. Hogy minden esetben lelki oka volt ezeknek a történeteknek, bármiről beszélünk. Tehát például volt egy nagyon fájdalmas szakítása, vagy csonka családban nőtt föl, és azt érezte, hogy az édesapja elhagyta, megcsalták, megalázták, tehát hogy olyan dolgok történtek egy férfi-női kapcsolatban, akár apalánya, akár párkapcsolatban, hogy ő ezt nagyon negatívan élte meg, nem tudta feldolgozni, nem volt lezárva ez a történet, és az folyamatosan dolgozott benne. Ő nem tudott róla, ugye ez tudatalatti szint. Azt jó, hogyha tudjuk, a tudatalatti elménk az ugye 92-98%, oda pakolunk be mindent, és a maradék 2-8%-kal éljük az életünket tudatosan, és azt hiszük, hogy mindent, de nem. És az a probléma, hogy ezek a negatív érzések, mondjuk gyerekkortól, ha 10 éves korában volt egy válás, vagy édesapa többet nem jött haza, ott van egy törés. És ugye azt utána újra és újra éli a későbbi kapcsolataiban, plusz nőként ő úgy érzi, hogy nem elég jó, ő nincs biztonságban, nincs támogatva, folyamatos félelemben, kétségekben él, és ez egy idő után elindul egy nagyon negatív folyamat. És ugye a szervek is, tehát szerves részeink, és megmutatják, hogy hol van az elakadás. És ha 10-20 évig, van, aki 2 év alatt ugye generál egy ilyet, de nagyon sokszor, hogyha sokáig nem foglalkozunk ezzel, szervi szinten ott lesz a probléma. Mert ugye úgy működünk, hogy alapvetően arról szól az életünk, hogy fejlődjünk. Ha érzelmileg nem oldok meg valamit, akkor megoldom testi szinten, vagy ha nem, hát akkor nem. De ez is az én döntésem, szóval, hogy szerintem jó, ha elkezdünk összetetten gondolkodni saját magunkról, hogyha engem megbánt valaki, vagy megérint valami, akkor üljek le, és nézzem meg, hogy ez nekem milyen érzés. Dolgozzam fel. Régen ezekre megvoltak a rítusok, megvoltak a közösségek, megvoltak a szertartások. Régen ez megvolt, régen nem volt ezért ennyi probléma. Ma már ez nincs meg. Mindenki maga otthon egyedül ül este, és csinál valamit. Már nincs az, hogy megosztjuk a tudást, mint régen. Ugye nagymamák elmondták a lányoknak, meg az unokáknak, hogy na kislányom, ezt így kell csinálni, stb. Most már ez nincsen. Hatalmas űrt érzek egyébként. Nekem hatalmas felismerés volt, hogy én tanítok nálam idősebb hölgyeket rendszerint. És hogy olyan dolgokat osztok meg velük, amit ők nem tudnak, ami nem baj, tehát hogy ez jó, hogy tanulnak, de hogy régen így engedték el a 15-18-20 éves lányokat, hogy ők ezt tudták. Hogy tudták, hogy hogyan kell kommunikálni nőként. Hogy tudták, hogy mik azok a finomságok, amiket ha csinálok, akkor jobban fogom magam érezni, jobb lesz az életem. Hogyha veszekszem a párommal, akkor hogy tudom azt jól megoldani, hogy ne menjünk szét. Hogy mire van szüksége egy férfinak, mire van szüksége egy nőnek. És ezeket nem tudjuk. Alapvető hiányosságaink vannak. Meg kell tanulni. Na de ennek mi az oka? Miért nem tudjuk? Fú, ennek nagyon sok oka van. Egyrészt én azt látom, hogy a társadalom ugye úgy változott meg, hogy már nincsenek ezek a nagy családok. Tehát, hogyha megfigyeljük, nagyon sokan megpróbálják ugye ezt életben tartani, de alapvetően a városi életmód nem arról szól, hogy együtt vagyok a nagymamával, ő mesél nekem, együtt vagyok anyuval, mesél nekem, hanem miről szól? Elmegy dolgozni, én elmegyek az iskolába, aztán talán találkozunk fél órára este otthon, de egyébként nem nagyon. Van egy döbbenetes felmérés, egy amerikai tanulmány, hogy az amerikai családokban a gyerekek a szüleikkel átlagosan naponta 7 percet beszélnek. Hetet. Egy nap 7 percet beszélnek. Most őszintén az alatt nem fogja átadni a semmit. Tehát ez semmire nem elég, és az átlag, tehát valaki nullát. És akkor csodálkozunk, hogy utána mik vannak ugye a társadalomban. Ez ennyire egyszerű, tehát én nagyon sokszor szoktam mondani a hölgyeknek, hogy a gyereknevelés nem az az x év, az 20 év múlva fog kiderülni, hogy jól csináltam vagy sem.
De ugye ez mindennapos odafigyelés, és amit az interjú elején mondtam, hogy tudatosság, hogy nekem tudnom kell, ha én ezt mondom, ez lesz a következménye, ha én ezt teszem, ez lesz a következménye. Szerintem ez egy nagyon nagy hiányosságunk a mai társadalomban, hogy az idősebb generációval nem töltünk elég időt, nem kapjuk meg azokat a tapasztalatokat, tudásokat a nagymamáktól, az anyukáktól, hogy én ezzel mentem keresztül, te ezt csináld jobban, ez nagyon nagy hiba szerintem, amiért ugye ez a probléma van. A másik az, hogy nincsenek olyan megtartó közösségek, akár baráti közösségek, női közösségek, ahol én elmondhatom azt, hogy én most ember vagyok, volt-e már valaki ilyenbe, tud-e valaki segíteni, megélte ezt már valaki. Nincsen lehetősége a nőknek, férfiaknak is lehet ugyanígy, de ugye én a nőkkel foglalkozom rendszerint, urakkal is, de a nőkkel jellemzően, hogy ő ezt kiadja magából. És ugye a betegségek is nagyon sokszor azért alakulnak ki, mert belül őrlődik, tehát nem tudja kiadni, nem tudja elmondani, nincs, aki meghallgassa, nem adhatja ki, és az ugye belül dolgozik. Tehát, hogy ez a kettő szerintem, és a harmadik az, hogy a párkapcsolatoknak a válságát is éljük. Tehát, hogy én azt gondolom, az én tapasztalataim szerint ez a három dolog az, amin ha tudnánk változtatni, és tudunk egyébként, csak ugye idő, energia, türelem és tudatosság, akkor ez meg tud változni. Én ezért dolgozom, de ez lépésről lépésre megy, tehát ez nem fog így menni. Nagyon sok mindent be kell pótolnunk, de meg tudjuk csinálni. Gyönyörű sikertörténeteink vannak, tehát olyan nők virágoznak ki, és a saját édesanyjuk mondja, hogy kislányom, hát te újjászülettél. És ez hatalmas dolog, 30-35 évesen, amikor valaki felfed ez a nőiességét. Teljesen más életet fog utána élni. De egyébként mik állhatnak még a háttérben olyan szinten, hogy például említetted egyszer, hogy fiút vártak a szülők, és aztán lány lett, és ő ezért lesz fiús lány, hogy ebből is sok van? Abszolút. Elég sok történetet kísértem már végig az utam során, és azt látom, hogy nőként valahogy van bennünk egy olyan program, hogy szeretnék megfelelni. Tehát van egy nagyon erős megfelelési kényszer és egy társadalmi elvárásnak való megfelelési program. A hétvégi tanfolyam az nem erről szólt, de ott is erre jöttek rá a résztvevők, hogy olyan erős megfelelési kényszer van bennük, amit nem tudnak magukból kioltani, és ezen dolgoztunk. Hogyha engem például, és engem is fiúnak vártak, de szerintem itt egyébként az emberek majdnem 100%-át, ugyanúgy az uraknál is van, hogy lánynak várják, ugye? Ha engem fiúnak várnak, ugye nagyon szép, mert már tudom azt is, hogy mi lettem volna, ugye milyen férfi nevet kaptam volna. Én láttam olyan hölgyet, akinek gyerekkori fotóján végig fiúsra van nyírva a haja, olyan ruhába járatták, apuka vitte magával, és fiús hobbikat csináltak, amivel nincsen baj, csak ugye ilyenkor lehet egy szerep probléma a nőben majd később, hogy belőlem nem ezt a minőséget, ami én egyébként vagyok, szeretnék látni a családban, hanem engem másnak szeretnének látni, és lehet egy ilyen meghasonlás, hogy oké, tehát az, aki én vagyok, az nem elég jó, tehát, hogy én nem vagyok elég elfogadható, nem vagyok elég értékes. Egyébként igen, csak lehet, hogy az édesapa vagy az édesanyja nem tudja elfogadni, hogy mondjuk ugye nem fiúnak született, de ez nem az ő problémája, hanem a szülőknek ugye az önértékelési problémája, ezen nekik kéne dolgozni. De hogyha mondjuk eltelt 30-40-50 év, és valaki ott van mondjuk, és rádöbben erre, hogy hoppá, én igazából nem önmagamat éltem meg eddig egész életemben, hanem megpróbáltam megfelelni valamilyen elvárásnak, és nagyon sokszor azt látom, hogy amikor valaki ilyen családból jön, utána egy olyan társat választ, aki hasonló elvárásokkal van irányába, pontosan azért, hogy a szülői mintát viszi tovább. Tehát ez egy gyönyörű egyébként játszma. Mind a két félnek van ugye valamilyen forgatókönyv, ugye a lelkében, és ők azt játsszák, és akkor olyan szereplőket keresünk magunk köré, akik segítenek ezt ugye eljátszani. És akkor van ugye a változás, amikor a nő elkezd befele figyelni valamiért. Ez lehet egy betegség, lehet egy válás, de lehet csak annyi, hogy elkezd magával foglalkozni, és azt mondja, hogy oké, én erre rájöttem, és ez nekem most már annyira nem szimpatikus, én szeretnék változni. Olyankor szoktak ugye borulni a történetek, mert ő elkezd változni, nem változik, végre önmagára ébred, csak ugye nem ezt szokta meg a környezet, és ilyenkor ugye nagyon okosan kell csinálni, hogyha szeretnénk ugye fenntartani a kapcsolatokat. Mennyi idő általában egyébként változni, vagyis önmagunkra ébredni, ha valaki elindul ezen az úton? Ez abszolút változó. Ez attól függ, hogy milyen csomaggal jövünk a családunkból, mi hol tartunk már így az ön felvállalásban, az önmegismerésben, illetve mi a célunk. Tehát ez tényleg nagyon változó. Valakinek ez akár egy alkalom, valakinek hónapok, évek, attól függ, honnan indulunk. Tényleg.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Önöknek köszönjük a figyelmet, a minőségi időt látták. Műsorunkat visszanézhetik a Hegyvidék TV honlapján. Viszontlátásra!